Banérjú, fordulat balra, lépés, állj, vonalban sorakod. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a kedves karcagiakat, kedves vendégeinket Amerikából, mindenkit, akinek fontos ez a mai nap. Jó érzésű magyar embereket, nagykunokat, távoli tájakon lakó elszámozott honfitársainkat, épp úgy, mint akik itt, mint jó magam is néhány utcára, néhány házra élünk ettől az emlékkaputól. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy 300 éves évforduló alkalmából gyűltünk most össze, hiszen 300 évvel ezelőtt született Fabrici Kovács Mihály, az egyik leghíresebb karcagi, az egyik leghíresebb magyar huszár és katona, akit talán Amerikában még jobban ismernek és több helyen tisztelnek, mint itt Magyarországon. Igazán kalandos életút az övé, egy olyan karcagi világból indult, amely már régen a múlt közeibe vész, mégis szabadság szeretete és egyénisége, személyes teljesítményeink keresztül itt van velünk. És hogyha már Amerikáról van szó, ahol életét adta a szabadságért, amely nem köthető országokhoz, kontinensekhez és földrajzi tájakhoz, a szabadság örök és nagyon nagy érték, akkor el kell azt mondanunk, hogy 1978. január 6-án, amikor Cyrus Vance amerikai külügyminiszter hazahozta a koronát a magyar nemzetnek Amerikából, a Szent Koronát, amely államiságunk jelképe, akkor hívta fel a figyelmet arra, hogy van Amerikában egy tisztelt, becsült, megbecsült magyar katona, Fabrici Kovács Mihály, aki karcagi származású, és akire ott büszkék, és akire mi is büszkék lehetünk. A Szent Koronával együtt a karcagi származású huszárezredes Kovács Mihály neve is egybefonódott, egy említésre került, és így a magyar történelemnek egy fontos lapjára is oda kívánkozik. Hiszen a Szent Korona, amely megtartotta az országot, amely jelképezi a magyar államiságot, és amelyhez a kunok csatlakoztak a szabadság szellemében, az összeköt mindannyiunkat. És így van egy közvetlen hivatkozásunk, egy közvetlen kapcsolatunk is a magyar államisághoz, a kunok betelepülésén, a redemció korán, a fegyverviselésen keresztül Kovács Mihály által, amely a jelenkorig ível. Azt hiszem, ez egy nagyon szép üzenet, és kötelez bennünket arra, hogy Kovács Mihály emlékét ápoljuk, őrizzük, és legyen példakép kitartásával, emberi kvalitásaival mindenki számára, akinek fontos a kunság, a kun identitás és a magyarsághoz való tartozás. Tisztelt hölgyeim és uraim! 1978 azért is hasznos volt, mert ráirányította a figyelmet a korra, amelyben Kovács Mihály élt, és lehetővé tette azt, hogy ő vele foglalkozzunk, foglalkozzanak azok a történészek, közéleti személyiségek, helytörténeti kutatók, akik számára ez addig nem volt lehetséges, hiszen Amerikával a kapcsolatok hát abban az időben nem voltak túlságosan barátiak. Magyarország egy másik katonai tömnek, egy másik világrendszernek a része volt. És így azóta nagyon komoly tudományos és hagyományőrző munka az, amellyel dicsekedhetünk. Én szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki ennek részese, azoknak, akik az emlékeket gyűjtik, történészek, helytörténeti kutatók, levéltárosok, a régi iratokat tanulmányozzák és ezekből publikálnak. Szeretném megköszönni a mindenkori karcagi önkormányzatoknak, hogy ápolják ezt a emléket. Kovács Mihályra minden évben emlékezünk, az iskola, az egyesület, további társadalmi szervezetek, és nagyon jó a kapcsolatunk, bár néha megszakításokkal az amerikai nagykövetséggel is. És az is külön jó, hogy Amerikából annak idején Udvardi Tibor bátyánk, aztán Magyarországról is jó néhányan, Hábel Gyuri bátyám, a Bodó házaspár segítették ezt a nagyon fontos ügyet, és most is itt ünnepelhetjük azt, hogy Amerikával újra, az ottani magyarsággal újra élednek kapcsolataink a Kossuth alapítványon keresztül. Bizakodás ez a jövő felé. Bizakodás abból a szempontból is, hogy miközben a környezet változik, az emberi értékek és az odafigyelés, a közösséghez való tartozás tudata, az örök, az megmarad. Ha belegondolunk abba, hogy 1700-as éveknek a közepén született Kovács Mihály a redemció kihívásával küzdött a társadalom, a kunsági világ, hogy miképpen szerezze vissza az elvesztett jogait, a szabadságát, az önállóságát, a földjét, ezt végül meg kellett vásárolni,
akkor nem a mai arcaképet árul elénk, hiszen a város akkor kisebb volt. Ez a rész egy régi területe. De a másik irányban a főtértől néhány száz méterre a Sárét háborítatlan vadvízországa húzódott. Itt nádas házak voltak, még megvolt egy régi kis templom a török időkből. A lakosság az körülbelül 4000 fős lehetett, Artának meghatározó részét legelők foglalta el, és nádas, tehát teljesen más volt a környezet. Nem voltak például emeletes házak a városban, mert nem kellett, volt elég hely. És eleve az épületek kisebbek, nádas, nádtetejű, fehérre festett vályokházak voltak, amikből azért lehet itt találni még egyet-kettőt itt a Csokonai utcánál például. Hát van ennek a régi időnek néhány régi tanúja is. Az épületek változtak, a város növekedett, akkor nem voltak iparterületek, iparvidékek, most vannak. Nem voltak lakótelepek sem, most már több is van belőlük. De az embereknek a mentalitása, a világlátása, a kun identitás az nem változott túlságosan. Azért is vagyunk most itt. Azért, hogy ezeket az értékeinket, amelyeken a mindennapjaink alapulnak, ezeket fönntartsuk, és ezáltal továbbra is erős közösség legyünk a jövőben is. Mint ahogy erős közösség itt a Pánti Ildikó által képviselt közvetlen lakókörnyezet, erős közösséget jelent maga a kun identitások az összetartó ereje, és ezen belül a városé is. Én szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, az egyszerű karcagi polgároktól kezdve a legmagasabb szintű állami vezetőkig mindig fontos volt az, hogy Kovács Mihály az őt megillető helyet elfoglalja a magyar történelemben, mint a leghíresebb magyar huszárok egyike, aki bejárt három kontinenst, aki eredményesen küzdött mindenhol, és igazán komoly erkölcsi tartással, becsülettel, mind halálig kiállt az értékek, a szabadság és a függetlenség mellett, ha kellett egy másik kontinensen is. Én kívánom azt, hogy a mai megemlékezés az a jövőre nézve is hordozzon komoly üzenetet, legyen egy olyan alkalom, amelyre később is örömmel fogunk emlékezni, hiszen 300 éves évforduló ritkán adatik meg az ember életében. Én kellemes ünneplést kívánok a mai napra, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm.